Szóval itt vagyunk a tegnapi cosplay verseny egyik győztesével, a legjobb kosztüm egyéni kategóriában. Milyennek látod a tegnapi versenyt? Hát eléggé izgultam, hogy föl tudok-e menni a színpadra, ami végül nem is igazán sikerült, úgyhogy... Feljutottál kicsit kalandosan, de lejutni is lejutottál. Igen. Mennyire volt nehéz? Nagyon nehéz volt, úgyhogy Thanos el fogja törölni a lépcsőket, ahogy a földre érkezik, ez már biztos. Tehát innentől kezdve mindenki akadálymentesítés, és a nagy színpad akadálymentesítése lesz a következő projekt. Rámpákat fogunk szerezni. És mennyit látsz ebben a jelmezben? Nem sokat, viszont nagyon meleg, úgyhogy minden nehezítés adott. És nem féltél, hogy leesel a színpadról? Na, még az lett volna csúcs. Thanos a közönségen landol. Tekintsük meg azért még egyszer a tegnapi legjobb jelmezt egyéni kategóriában. Mennyi idő volt elkészíteni? 5 hónapot dolgoztam rajta, elég intenzíven, úgyhogy nagyon sok fejtörést okozott. És első munkám volt tulajdonképpen evafoammal, úgyhogy nem volt semmi tapasztalatom. Első szobrász munkám volt az arc megformálása agyagból, úgyhogy ez még egy ilyen próbálkozás szintű dolog volt csak, de hát ahhoz képest egész jól sikerült, remélem. A próbálkozás ahhoz képest egész jól sikerült, azt mondja. De hát figyelj, 5 hónap, tehát más valamikor egy évig dolgozik egy ilyen kategóriás jelmezen, úgyhogy csak gratulálni tudunk, és még sok ilyet. Hát igyekszik az ember, ezt tudom mondani. Én, hogyha valamit a fejembe veszek, akkor azt nagyon csinálom általában, ez így mindenre igaz. Köszönjük szépen, és tényleg még sok ilyet szeretnénk látni.